Jó reggelt kívánok 2022. december 30-án, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk! Mindenható mennyei édes atyánk, megköszönjük neked, hogy eljött az év utolsó munkanapja, és hogy hálaadással tekinthetünk vissza erre az egész esztendőre. Köszönjük, hogy naponta velünk voltál, köszönjük, amikor igéddel tápláltál, vezettél, köszönjük azt is, amikor intettél és feddettél. Bocsásd meg, hogyha nem voltunk elég hűségesek hozzád, vagy nem a te ígéd szerint tettük, amit tettünk. Kérünk, hogy te áld meg most is rád való figyelésünket. Add, hogy megnyissuk a fülünket, megnyissuk a szívünket, befogadjuk a te ígédet, és a szerint is tudjunk élni. Szent Lélek Isten, kérünk, így légy közöttünk. Amen. A mai napra rendelt új szövetség ige szakaszt olvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 9. részéből, a 23. verstől a 27. versel bezárólag a következőképpen. Azután így szólt mindnyájukhoz Jézus. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom nektek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérem, a két nappal ezelőtti áhítatban helytelenül számoltam ki az órákat, amik hátra vannak az évből, és ott tévedtem. Ezért bocsánatot kérek, viszont most már egyértelmű, hogy nagyon kevés van hátra ebből a 2022-es évből. Nem olyan régen az egyik keresztény portálon feltette valaki azt a kérdést, hogy miért vagy hálás leginkább 2022-ben? Magam is elgondolkodtam rajta, hogy miért is vagyok leginkább hálás. Én azt gondolom személy szerint a megtartatásért. Legyen az akár az egyéni élet tekintetében, vagy a család, vagy a munkahely tekintetében. A leghálásabb azt hiszem ezért vagyok a megtartatásért, mert tudom, hogy Isten az, aki megtartott különféle nehézségek, veszélyek, kísértések, ki tudja, mi minden közepette. Nagyon sok minden volt ebben az évben, és hiszem azt, hogy véletlenek még véletlenül sincsenek, és nem történnek velünk. Ez a mai ige szakasz mintegy összefoglalja mindazt, hogy mit vár Jézus az övéitől. Azt mondja, hogy aki utánam akar jönni. Fontos dolog ebben az, hogy akar. Tehát nem pusztán csak úgy elvon magának, hanem nagyon szilárdan és határozottan eltökéli magában, hogy igen, én Jézust akarom követni. Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit akarunk valójában, akkor általában az szokott a válasz lenni rá, hogy úgy lehet legkönnyebben ezt felismerni, hogyha van valamilyen szabad időm, vagy valami olyan éppen problémamentes időszak, akár csak néhány perc, akkor hová szállnak el a gondolataim? Mivel foglalkozom a legtöbbet? Mert valószínű, azt akarom leginkább. Önmegtagadásról beszél Jézus. Megmondom őszintén, én nem szeretem azokat a szavakat, amik úgy kezdődnek, hogy önmeg. Vagy azért, mert nem keresztjén töltetűek, vagy azért, mert talán azok a legnehezebbek az én életemben. Ami a keresztjén Krisztus követéshez tartozik, az az önmegtagadás és az önmegtartóztatás. Mind a kettő olyan dolog, amely arról szól, hogy a saját, tulajdonképpen testi vágyakat és kívánságokat az ember félreteszi, sőt, egyenesen hátat fordít nekik. Az önmegtagadás az azt jelenti, hogy nem azt teszem, mint amire ez a test sarkalna, nem azt teszem, mint amit zsigerből ösztönösen tennék, hanem azt teszem, amit Jézus vár el tőlem az ő igéjében.
Önmegtagadás és önmegtartóztatás olyan dolgok, amelyek arról beszélnek, hogy nem én vagyok a legfontosabb, hanem alávetem magam annak, aki sokkal fontosabb tőlem, Jézus Krisztusnak. A két világi kifejezés pedig az önmegvalósítás és az önmegváltás. Ez a világ, amiben élünk, nagyon gyakran és szívesen használja ezeket a kifejezéseket. Valósítsd meg önmagad, fedezd fel a benned lévő Istent, Istennőt, élj úgy, hogy az téged teljesítsen ki. Ez a világ nagyon is arra alapozik, hogy az emberben lévő egoizmust, önimádatot kihasználja. Pedig Jézus pontosan azt mondja, hogy ez az, amit le kell tennünk. Hogy nem önmagamat valósítom meg, nem önmagamat váltom meg, hanem rábízom önmagamat. Azt mondja az Úr Jézus, aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Vegye fel naponta a keresztjét. Ebben két nagyon fontos dolog van. Egyrészt, hogy mindenki a saját keresztjét vegye fel, és ne a másikét. Ez elsődleges. A második dolog pedig, hogy naponta. Ebben egyrészt benne van az, hogy elég minden napnak a maga baja, nem kell az egész évnek a keresztjét már most, az év végén a nyakamba venni. És benne van az is, hogy reggel, amikor felkelek, az első ruhadarab, úgymond, amit felveszek, az nem más, mint a Krisztus keresztje egész pontosan, amit ő adott nekem. A keresztet valójában csak hordozni lehet, és nem hordani, nem viselni. A kereszt hordozás azt jelenti, hogy elfogadom, amit Isten ad, és meglátom benne, hogy az tényleg jó. Nem azért, mert a jót akarom látni, hanem azért, mert rájöttem, hogy fontosabb neki tetszeni, mint hogy a saját akaratomat valósítsam meg. Mert hogy ennek következménye van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. De aki elveszti, ő érette, az megmenti azt. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha görcsösen ragaszkodom az én saját elképzeléseimhez, az életemnek a dolgaihoz, és itt a psziché szót használja a görög, tehát mindaz, ami testi-lelki értelemben úgy gondolom, hogy az enyém, az én életem, ha ehhez ragaszkodom, üzem biztosan el fog pusztulni. Az a szó, ami itt szerepel, lerombol, megöl, elveszít valamit vagy valakit. Ha valaki el akarja veszíteni az életét, le akarja rombolni azt, üzen biztosan, akkor nem kell más tennie, mint hogy görcsösen ragaszkodik hozzá, ahhoz, amit eltervezett. Ha viszont ezt fel tudom adni Jézus Krisztusért, akkor ő megajándékoz azzal a teljes élettel, amit semmi és senki más nem adhat. Nem olyan régen mondta valaki, hogy 2013-ban a lottóötös több mint 600 millió forint volt, amit akik megnyertek mostanra, tehát csak nem 10 év alatt, teljesen elköltöttek, és semmit nem használt nekik. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi, avagy lelkében kárt vall. Hiába nyer meg valaki nagy összeget, egy nagyon jó állást, vagy ki tudja mit. Hogyha közben belül meghasonlás van, hogyha közben elveszíti azt, ami igazán értékes, és megállapítja, hogy nem lett jobb. Jó, hogyha ezt eszünkbe vésszük. Nem lenne jobb. Isten tudja, mi az, ami igazán jó nekünk, és ő nem azt akarja, hogy a világi javakat megnyerjük, bár azt is ki tudja rendelni, hanem azt, hogy vele legyünk igazi közösségben, mert az mindenre elég. Jézusért kell elveszíteni az életünket. Nem az egyházért, nem valamilyen vélt vagy valós elképzelésért, hanem Jézus Krisztusért. A világ megnyerése mindennek az elvesztésével jár. Ezért hát nem kell szégyelnünk mindazt, amit Jézustól tanultunk. Amikor elmondjuk, hogy ezt vagy azt én azért nem teszem, mert az igében azt olvastam, hogy ne félj vallást tenni arról, hogy ki a te urad, az Úr Jézus Krisztus. Ne szégyeld őt, mert lehet, hogy ami pillanatnyilag nyereségnek tűnik, hogy jobb, ha hallgatok róla, az később kárvallássá lesz. És lehet, hogyha csak pár szót mondasz az Úr Jézusról valakinek,
az egész életét képes megváltoztatni. Ha visszatekintünk, miért vagyunk leginkább hálásak 2022-ben? És szabad előre tekinteni, és 2023-at is az Úr Jézus kezébe tenni, ha feltesszük azt a kérdést, hogy mit vársz 2023-tól? Én Jézustól várom, ami történni fog, és megteszem, ami tőlem telik. Azt gondolom, a keresztény ember ezt teheti. Jézusra figyelve tovább menni, őtőle kérnik el a napokat és az éveket, és azt kérni, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ezért hát bízd újra életed Krisztusra, Bujék. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nem olyan könnyű nekünk megtagadni önmagunkat. Olyan sok minden van, ami arra sarkal, hogy ezt vagy azt megengedhetem magamnak, hogy ez még belefér, meg más is ezt csinálja. Urunk, nincs keresztjén önmegvalósítás, csak önmegtagadás. És akkor valójában azt valósítjuk meg, akivé te teremtettél bennünket, akinek te szántál minket, és kiderül, ez az egyetlen helyes és jó út. Talán olykor kínálkoznak más utak, és olyan jó meglátni, hogy nem lenne jobb. Nélküled, Urunk, semmi sem lenne jobb, veled viszont minden jobbá lehet. Köszönjük, hogy mindeddig velünk voltál, hogy elmondhatjuk, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Kérünk továbbra is, te vígy minket, hogyha nem jön velünk a te orcád, ne is vigyél tovább bennünket. Viszont ha te velünk vagy, akkor bármi lehetséges. Kérünk, így áld meg az évünknek a zárását és az újnak a megnyitását. Te légy szeretteinkkel, családtagjainkkal, mindazokkal, akik fontosak számunkra. Kérünk te add, hogy akik még nem fogadtak be téged, megtérhessenek és új életet nyerhessenek. Segíts nekünk is a megszentelődésben. Imádkozunk a betegekért, Urunk, könyörülj rajtuk, te adj nekik gyógyulást. Imádkozunk azért, Urunk, hogy legyen béke, és abba maradjon a háború. Kérünk, Istenünk, te légy mindazokkal, akik benned bíznak, rád támaszkodnak. Köszönjük, hogy megtagadhatjuk önmagunkat, és választhatunk téged. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot mindenkinek!